Ifjúsági emléktornát szervezett a Tatabányai Diák Önkormányzat. A Jubileum Parkban Herceg Csaba tiszteletére futballoztak a fiatalok. Ez az első program, amiben részt tudok venni a szervezésében. Fantasztikus. Fantasztikus a csapattal együtt dolgozni. Ez a második ifjúsági kupa, amelynek a célja az volt, hogy az egyik kedves ismerősünknek az édesapja elhunyt, így kapta a nevét, hogy Herceg Csaba. A tornán 11 csapat mérettette meg magát. Általában valahogy sikerül pont úgy megszervezni ezt a kupát, hogy valamilyen városi rendezvény van itt, vagy éppen Tatabányán, vagy az agglomerációs településeken. Most ugye Tatán van a Vízzenevirág Fesztivál, valószínűleg ezért nem sikerült kicsit jobbra, többre, több csapatra szert tennünk. De azt gondolom, hogy akik itt vannak, nagyrészt tavaly is itt voltak, ők visszatérő csapatok. Másodjára van ez a kupa, mondhatni hagyományőrző, így, de én azt mondom, hogy ha tavaly élvezték és idén is itt vannak, akkor valószínűleg valamit jól csinálhattunk, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy a szervezés meghozta a gyümölcsét. Innentől már a csapatokon múlik, várjuk a döntőt mi is. Herceg Csaba fia Erik is az induló csapatok egyikét erősítette. Nyilván azért komoly érzelmeket mozgat meg bennem, viszont nagyon jól esik ez a sok támogatás és ez az együttérzés, hogy akár mégis ellenfelek vagyunk a pályán, de pacsizunk egyet, kitartást, veled vagyunk, szeretünk, nagyon jól esik, köszönöm. Igazából az összesített pontszámokat nézzük, mind a két csoportból jut tovább csapat, reméljük azok között leszünk mi is. Tovább jutottak. Egészen a dobogó harmadik fokáig értek fel. Az aranyérmet a munkás ifjak nyakába akasztották, az ezüstöt pedig a Task játékosai vehették át.